Czene Attila olimpiai bajnokkal beszélgetek továbbra is. Eljutottunk ugye most már oda, hogy együtt edzel a legnagyobbakkal, illetőleg elmondtad az első élményedet, amikor nagy világeseményen voltál ott. Mi volt az első igazán nagy siker, ami így világeseményen ért téged? Tulajdonképpen visszatérve arra a 91-es ausztráliai világbajnokságra, ott már visszanézve az jól esett, azt mondja, Kriesz Jenő szerintem. Isten nyugosztalja, Kriesz Jenő volt, aki azt mondta, hogy nem sokáig úszik ez a fiú már B-döntőben, ahogy látja. Tehát ugyanúgy, ahogy Darnyi ugye előttem az A-döntőben, és végignézem, hogy a világon először mindenki előtt 2 percen belül 200 vegyesen, egy fantasztikus időeredménnyel, világcsúccsal megint világbajnok, ahogy én azt 12 évesen még ugye a madridi VB-n tévéből nézem, most már élőben, és ott vagyok mögötte, és akkor rólam is szó esik. Ugyanabban a montásban, vagy ugyanabban a körben, vagy nem tudom, és ezek azért az megint olyan plusz dopingok, igen, ezek kellenek. Tehát nyilván most már máshogy beszélek magamról, akkor versenyzőként az ember úgymond sokkal szerényebben még az eredmények előtt van. És akkor nem lehet ilyen nyíltan erről beszélni, hogy miket érez, vagy miket gondol, mert nyilván azt szeretné, és a legtöbbet, és a legjobbat saját magának, és egyébként mindenkinek, csapattársaknak. Sőt, később ugye mi Rómában a világbajnokságon váltóban is bronzérmesek lettünk, ami megint olyan dolog, hogy aztán az még nehezebb szerintem Magyarországról 4 olyan emberkét összeállítani, aki ott csak 2 olyan nemzet van, tehát az általam az Egyesült Államok, meg Ausztrália, vagy nem tudom, lehetne sorolni a nagyhatalmakat, akik mögött végeztünk. De utána valahogy elindult egy folyamat, tehát onnantól kezdve azért az tényleg a 90-es éveket, vagy a 91 és 96 között itt mindenképpen sikerszéria, avval együtt, hogy 95-ben a bizonyos bécsi Európa-bajnokságon, mert szerintem talán még velem kapcsolatban a táncoláson meg az olimpiai bajnoki címen kívül arra emlékeznek, hogy lekésem a rajtot, mert és akkor találgatnak az emberek, mert éppen ettem, mert éppen nem is voltam ott, mert éppen nem tudom, nem néztem rá az órámra. Valahogy sokkal prózaibb a történet, hiszen nagyon tudatosan, precízen, pontosan percprogramra készülünk a versenyszámokra. Egyet kivéve, hogy Széchy Tamás egy Európa-bajnokságon, még akkor is, ha nagyképűnek hangzik, neki ez csak egy állomás, tehát a VB-re, a 4 évente, akkor még előtte 4 évente megrendezésre kerülő világbajnokságokra, illetve az olimpiákra, az olimpiai ciklusokra figyel. Egy Európa-bajnokság csak egy állomás, ami, hogyha holnapra úgy van beállítva, akkor ő tudja, hogy melyik úszásnemben mikor, hogy kell teljesíteni. És nem véletlenül, hogy akkor nem vegyesen, hanem éppen gyorsúszásban kellett volna nekem a toppon lenni, mint ahogy előtte egyébként tényleg nagyon jó formában voltam, és benevez 200 gyorsra, azt leszámítva, hogy ő annyira profi és precíz és perc és már mániákusan, hogy azt nem veszi figyelembe, hogy az Európa-bajnokságon nem kell a perc programot tartani. Tehát maga az Európai Szövetség ezt nem követeli meg, még a Világszövetség ezt megköveteli. Ergo, hogyha egy nyitott medencében időjárás függő is a dolog, hamarabb jönnek a versenyszámok, akkor hamarabb jön a következő versenyszám, tehát nem az, hogy torlódik, de ugye jó pár percet azzal megspórolnak, és hamarabb vége van az előfutamoknak is, meg a döntőknek is. És hát ez történt, de ilyen 5-6 perc különbséggel, amire én ugye hát arra voltunk előve, tehát ő megtanította, beleverte a fejünkbe szó szerint is, és egyébként is, és átvitt értelembe is, hogy mit kell csinálni, mikor mit kell csinálnunk, és hát 6 perccel magunkat megelőzni, lelkileg felkészülve egy versenyszámra, ahol életem legjobbját kéne nyújtani, az nagyon nehéz volt. Akkor, amikor már odaszaladtam a rajtkőzre, akkor már éreztem, hogy ott az nem lesz jó. Holott nagyon megbántam, hogy így alakult, mert akkor azt azért nagyon sokan nem tudták, hogy tényleg olyan formában voltam gyors. Most ez már nem számít mondjuk az olimpiai szereplés fényében, de akkor azért ezt nagyon sajnáltam, azt az EB-t jobban, mint azt, hogy vicces volt, hogy lekéstem a rajtot. Ennél többet jelentett volna számomra, mert 200 méteres gyorsúszásban akkor Jani Szijeminen nyerte meg az Európa-bajnokságot, az a Janis Sievinen, akit én ugye 96-ban megverek 200 vegyesen, a legnagyobb ellenfelem évekig, ezekben az években, és akkor engem az öreg tudatosan 200 gyorsra készített, ami egyébként a második kiegészítő száma neki is, és 1.48, mit tudom én, 99-en, nem tudom mennyivel nyeri meg az EB-t, és én 1.49.17-et, vagy valami ilyesmit, tehát 2 tized, tehát amennyivel én őt megvertem az olimpián, körülbelül annyi különbséggel nekem az időeredményem ott volt. Tehát jogos lett volna egy úgynevezett második harc vagy háború köztünk, ami kialakult volna, ez presztízs kérdés lett volna. Ez sajnos elmaradt. De ez egy olyan taktikai hátsó dolog és tervezés része, amit nyilván egy tévén keresztül, vagy aki csak a nemzetközi eseményeket követi, nyilván nem látta és nem is kellett ebbe belelátnia. Tehát akkor én azt nagyon sajnáltam, és azért én a 94-5-ös évet kudarcnak éltem meg a világbajnoki bronzéremmel és az Európa-bajnoki ezüstéremmel, úgy, hogy azt kell tudni, hogy ugye előbb is a példaképről és Darnyi Tamásról beszéltünk, aki 92-ben az olimpián aranyérmes, 175 méterig én vezetek, amit én nem tudok nyilván akkor, és amikor beérek a célba, nagyon boldog vagyok, mert azt realizálom, hogy bronzérmesként, ami fantasztikus eredmény, akkor nekem 18 évesen, de ami még nagyobb, hogy hát ott úszott Darnyi, akivel én készültem, és akkor én még nem is gondoltam arra, hogy én szó szerint utolérhetem őt, hát együtt állhatok fel a dobogóra, és hát játsszák a himnuszt. Hiába én a bronzérem a nyakamban, és a dobogó harmadik helye az enyém, játsszák a himnuszt, kicsit nekem is úgy éreztem, és Darnyi, ő, akit évekig próbáltam ugye követni, ő ott van tulajdonképpen szó szerint karnyújtással. És 93-ban, a következő év, amikor az Európa-bajnokságon, Darnyi először azt gondolhatja, hogy én vagyok a nagy ellenfél, 200 vegyesen, aztán mikor a 400 vegyesen az előbb említett finn úszóval, Jani Szijeminennel nagy csatában küzd, és végül is megveri, és aranyérmes, na akkor ő ott azt gondolom eldöntötte, hogy ez egy akkor, tehát ez már egy olyan gigászi csata volt, amit ő már nem fog tudni. Tehát 8 év után ott letette a lantot. Azt mondta, hogy ő már azon a versenyen a 200 vegyesen sem fog elindulni. Egyébként jól tette, én azt gondolom, mert Janis Sievinen ott már megdönti az ő világcsúcsát, ha jól emlékszem, és nem, ott még nem, bocsánat, de már olyan időeredményt úszik, amit már én sem tudok fölvenni vele a harcot, és 93-ban kiderül, hogy igazából az az igazi trónfosztás az nem is az, hanem egy magyar úszó helyett jön egy finn srác, aki berobban az élmezőnybe, és 200 vegyesen másodikként a világon 2 percen belül úszik. És ez tart egészen 96-ig, amikor is jövök én, és harmadikként a világon 2 percen belül úszva megverem ezt a Janis Sievinent. Lehet azt is mondani, hogy persze revanzsot veszek, de nem is magam miatt, hanem inkább Darnyi miatt, vagy az ő kedvéért, de hát ez már csak ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen csak egy illusztris kép az egész történet mellé. Tehát nekem valahogy ez így helyeződik el az életemben, illetve ebben a történetben, ebben az 5-6 évben, de mindenképpen a 90-es évek eleje az, ahol 17-18 éves fejjel már nem azt gondolom, hogy lehet belőlem valami, vagy valaki, mint sportoló, mint úszó, hanem már kézműtársa van, és tudom, hogy holnap azért kell lemennem edzeni, mert most már megéri. Téged egyébként frusztrált egy picit az, hogy Sievinen lett az, aki leváltotta ott Darnyit, vagy inkább ez még inkább inspirált, hogy na, nehogy már egy finn legyen az, aki az ő utódja lesz? Ez nehéz kérdés, mert nyilván nem volt jó, sokkal szebb lett volna az elvárásoknak megfelelni, és ha már Darnyi abba hagyja, akkor jöjjön egy másik magyar úszó. Ha nem én, legyen más, de most nyilván én voltam ott akkor a képben, meg én készültem évekig, tehát azért ez nem lehet csak valakit úgy elővenni, hogy akkor most Darnyi helyett ő fog úszni. Tehát nyilván az nem jött össze, vagy az kimaradt. Tehát azt nem mondhatom el, hogy Darnyi után a trónon, hogy úgy mondjam, én követtem és követtem volna évekig, hanem jött egy űr, sajnos vagy nem, nekem is volt egy olyan komoly ellenfelem, akit évekig nem tudtam legyőzni. Pont a következő olimpián sikerült, meg egyébként nagyon sokan így nem is emlékeznek rá, hogy 92-ben, amikor Darnyi mögött én harmadik vagyok, akkor Jani Szijeminen megint negyedik, tehát megint csak éppen, hogy megverem, de ez nem sikerült. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha sorsszerűségben tekintjük át a dolgot, akkor viszont utólag azt gondolom, hogy nagyon szerencsés volt, hogy én nem akkor egy Európa-bajnokságon veszem át a stafétát, és később esetleg az olimpián kapok ki a finn sráctól, hanem ez fordítva történt, ami azért is fontos lelkileg, mert nagyon sok elvárásoknak ugye nem tudtam megfelelni, vagy én is úgy érezhettem, vagy úgy éltem meg, de nagyon sok terhet vett le a vállamról. Egyébként 93-ban ezt még nem úgy éltem meg, mert tényleg annyira berobbant Sievinen, hogy nem volt esély, tehát én még arra nem voltam felkészülve, ezt Széchy is tudta, de onnantól kezdve tudatosan készített ellene, és ezt tényleg neki köszönhetem, tehát itt tényleg nyilván nem titok, vagy kimondható újra és újra bárhova elmegyek, hogyha nincs Széchy Tamás, én sem vagyok olimpiai bajnok, ez biztos. Nem feltétlenül sok-sok év edzés miatt, hanem az a precíz tervezés, ahogy ő 95-ben már tudja, hogy nem baj, ha én rosszul úszok, de ő már az olimpiára készít engem, hiszen 93-ban nem sikerül megvernem Sievinent, 94-ben még jön egy amerikai úszó, az is megver. Oké, kudarcnak élem meg, de 95-ben ő már nem akarja, hogy nyerjek, hogy ne akkor vegyek revansot, hanem tudatosan arra készít, és ezért is más úszás nem megkészített engem föl. Sokszor én akkor ezt még nem tudtam, nyilván utólag kielemezve, ezek sokkal egyszerűbb képletek, és sokkal egyszerűbb így pár szóban elmondani, de hát ezek hosszú évek munkája, és hosszú évek, mármint a Széchy munkája az évtizedek alatt, és sok-sok év tapasztalat, ami ott fölgyelem lett benne, meg az ő tehetsége is nyilván, tehát anélkül ez nem ment volna. Mikor hitted el, hogy le tudod győzni Sievinent 1996-ban Atlantában? Hát nyilván ezt már csak utólag realizáltam. Azért tehát olyan szempontból viszont nyilván nehéz volt, hogy ez ugyanúgy, mint bármelyik csapatjátékban, hogy ha egyszer sem vertem még meg, akkor nagyon nehéz elhinni és vizualizálni, hogy én ezt meg fogom tenni. Tehát azért a rajtkörre nyilván nem úgy álltam föl. Megint az volt a szerencsém, mert hogy az is kell hozzá nyilván, hogy én tudtam, hogy a legjobb eredményemmel ezüstérem esélyes vagyok. Viszont a közönség, vagy hogy mondjam, az évek után, tehát valahogy így Darnyi és köztem ugye támadt egy űr, mert jött egy külföldi, egy ellenfél, nem volt ez az elvárás. Tehát valahogy nem volt, ugye még Vitali Tamás is úgy közvetít, hogy aztán nem tudom, tehát az egyes pályán, hetedik idővel bekerülve, nem biztos, hogy jó formában vagyok, aki nem dolgozott velem együtt, vagy nem velem együtt készült, vagy nem Széchy Tamás, és nem az edzőm, az nem tudja és nem látja. Ugyanakkor ezért egy biztos pont volt, hogy én két nappal előtte ugyanúgy az egyes pályán úsztam 200 pillén. Szóval ez megint olyan momentumok, amit nyilván aki csak azt a momentumot látja és emlékszik rá, az nyilván nem tudja, hát nem szakember és nem vele együtt él meg. Hát hál' Istennek olyan sok sportoló van, akit kellett követni minden egyes olimpián, még szégyen, nem szégyen, én sem emlékszem minden momentumra, és minden győzelmünkre, és minden helyezésünkre. De akkor én 200 pillangón egyéni csúcsot úszok, és akkor Széchy megnyugszik. Tehát látszik, hogy ez azt mutatja, hogy a fiú csúcsformában van. Már csak az a kérdés, hogy amire készül a 201-es főszámot, mit fog teljesíteni, illetve az a másik kérdés, hogy azzal, hogy én a világon harmadikként 2 percen belül tudok kerülni 201-esen, az még kevés, hiszen Jani Sievinennek sokkal jobb az időeredménye, ő az akkori világcsúcs tartó, tehát mindenki azt gondolja, hogy itt a VB világcsúcs, itt az első olimpiája, ahol igazán lehetősége van, hiszen előtte még én is letaszítom, még a bronzérmet sem szerzi meg. Mindenki elkívánja, hogy Jani megnyeri, vagy világcsúcs, vagy nem. Általában egyébként olimpián sokkal nehezebb világcsúcsot úszni, mert valahogy az olimpiához hozzáragad ez a sokkal nagyobb felelősségteljesség, ez a sokkal nagyobb elvárás, még a sportolóknál is. És ezért van az, hogy világbajnokságokon pedig furcsa, mert ugyanazok az ellenfelek, de ott valahogy jobban tudnak teljesíteni. És az olimpián várható volt, hogy ő nem fogja a legjobbját úszni, de azt nem lehetett tudni, hogy 2 percen belül úszik, vagy sem. Tehát nekem ugye nem volt más választásom, mint a legjobbamat teljesíteni, és úgy kijönni a medencéből, ahogy azt akkori nevelőedzőm Banka Péter mondta, ez gyerek fejjel még belém verte, hogy Attila, mindegy, hanyadik vagy, mint hogy az előfutamból is 7-ként kerültem be, még ha utolsónak is jössz ki a vízből, csak az a lényeg, hogy akkor te úgy érezd, hogy mindent megtettél a siker érdekében. Most én azt megtettem, megfordultam, látom a kijelzőt, 1.59.91, 2 percen belül, de hát ez még kevés volt. Bocsánat, az időeredményt nem láttam, hanem az, hogy az egyes pályán úszva, hogy elsőnek jön föl a nevem. Ugye hát azt nem tudtam, hogy azért elsőnek, mert elsőnek csaptam a célba, hanem fordítva fordultam meg, és nem is nagyon akartam én jobbra nézni, nem figyeltem, szóval az izgalom benne van az emberben, a várakozás, hogy inkább annak hiszek, annak az elektronos időjelzőnek, hogy azért van fönn a nevem, mert az egyes pályán úsztam, vagy azért, mert én csaptam elsőnek a célba. És ez még végig nem csapódik le bennem, amikor aztán kiírják az időeredményt, 1.59.91, fantasztikus, jó, ez körülbelül már azért volt nekem 2 perc körül időm, tehát még ez sem olyan, hogy akkor megváltottam a világot, de amikor látom, hogy a következő nevek emellett, és direkt nem látom a neveket, tehát nem figyelem, hogy Jani, nem arra fókuszálok, hanem egyáltalán, hogy mi történt, az összes többi név mellett kettessel kezdődik az időeredmény. Magyarul senki nem úszott 2 percen belül, ergo, akkor nekem ez leesett, de mi ez valahogy egy pillanatműve, és mégis olyan hosszú folyamat volt, mint ahogy ezt most elmondtam, mire ez lecsapódott bennem, addigra már a hangos bemondó is közli velem is, hogy mi történt, tehát hogy én nyerem meg a versenyt. És ez volt az egyébként, amit nem csak az úszatársak, de a Kokó is kicikizett, hogy én angolul válaszolok, vagy angolul reagálok arra, hogy hát nyertem és győztem, mert igazából a hangos bemondónak az angol szövege hitett el velem, vagy akkor, tehát valahogy akkor esett le nekem az, hogy ott éppen mi történt. Nyilván ez az egész, amit elmeséltem, ez arról szólt, hogy nyilván én se hittem el előtte, és nagyon, nagyon féltem. Tudtam, hogy nagyon nagy az elvárás, sőt azt is tudtam, hogy talán utolsó olimpián, mert azért már 22 évesen, de azért, ahogy szokták mondani, elég sok kilométer bennem volt, az öreg azért elég kemény volt velünk, és azért nem tudtam, hogy lelkileg ezt meddig fogom tudni vinni, meg ott kell teljesíteni, és a 4 év akkor még a következő lehetőség nagyon messzinek tűnik. Főleg akkor, hogyha kudarccal záródik. De hát nem így történt, úgyhogy én akkor nagyon boldog voltam, de mondom, akkor azért még úgy nem teljesen hittem el, hogy mi történt, bár mondom, utólag azért a Széchy mindenkinek mondta, ugyan már nem hittétek el, pedig a fiúnak volt ilyen időeredmény, meg ilyen, hát ez egyértelmű volt, hogy ez itt kétesélyes. Utána mi történt? Elmondanád nekünk, hogy hova vezetett az első utad, és azt az estét, ami utána történt ott, miután olimpiai bajnok lettél? Na hát Széchy nem tudtam volna meghazudtani magát jobban, mint hogy a másnap nekünk még volt egy vegyes váltónk, az előbb említett, akkor már sikeres 94-ben bronzérmes vegyes váltó, ahova szintén be voltam nevezve, és én úszom gyorsan, igen, utolsóként Güttler Karcsit váltom, és de az másnap van, 200 vegyes után. Tehát nincs ilyen, hogy kimegyünk a faluba, meg örömködünk, semmi ilyesmi, fekvés időben, másnap is van vers, nagyon örülünk, hogy aranyérmesek lettünk, de hát azért sportolók vagyunk, és a következő feladatra kell koncentrálni. Hát annyi engedmény volt, hogy azt viszont nem, tehát hogy mondjam, azt az élményt feldolgozni egy este alatt nyilván nem lehet, de az, hogy a akkori úszótárs, egyik legjobb barát, Rózsa Norbert, akivel azóta is olimpiai bajnoktársi, akit látok, megint egy olyan élmény, ami életre szóló élmény, hogy én még várok arra, hogy mi történik velem a következő napokban. Rózsa Norbertet, akivel együtt készülünk, ott van kint velem, egymás mellett lakunk kint a faluban, és látom, hogy a tévéből, mert annyira betartjuk ugye precízen a programot, amit a Széchy diktál, hogy nem az, hogy én most kimegyek és szurkolok, és ott szórakozok a Rózsán, hanem készülök a versenyemre. Tehát én szigorúan otthon, a szobában a tévéből láttam csak Rózsa Norbertet aranyérmet nyerni. És akkor azért az inspirál, de ugyanakkor nyilván az még kevés. Tehát azért, mert a Norbinak sikerült, az még nem jelenti azt, hogy nekem is van esélyem. Sőt, sokkal nehezebb. Hát tudom, hogy mennyi munkát elvégzett. Azt is tudom, hogy neki milyen előélete van 91-től kezdve, azért 91-ben ő már világ csúcsa jön föl fiatalként, hogy teljesen más típusú sportoló, mellúszásban, más sportákban. De mégis valahogy az az élmény, ami ahhoz kapcsolódott, hogy aranyérem, és hogy neki sikerült. Tehát megint az, hogy akkor Széchy jól készített fel minket. Tehát megint a belső kétségek, a kételkedés azért egy picit ott ugye elszállt. A Norbi fantasztikusan úszott, betartott minden taktikai utasítást, amit a Széchy adott neki. Az öregnek már megint igaza volt. Úgy volt, ahogy mondta, tévében úgy látszódott, és megcsinálta. Megígérte a Norbinak, hogy sikerülni fog, és sikerült is. Tehát utána már nincs kétség, tehát utána ez ugye elszállnak, ezek a kétségek, és akkor viszont már csak a puszta izgalom, egy kicsit annál több, mert szokták mondani, hogy többen vagyunk a pályán, mert jön a kaszás sokszor, de hát ezt el kell kerülni, és olyan gyorsan kell úszni, hogy ne jöjjön utánam senki, vagy legalábbis mindenki mögöttem legyen, amikor már csak arra kellett koncentrálni. És nagyjából így tudok visszaemlékezni erre, mert utána már, mikor úszom, akkor már nagyon szigorúan ragaszkodom ahhoz, hogy a Norbinak is azért sikerült, mert az öreg neki elmondta pontosan, mit kell csinálni. Jó, akkor én is kövessem ugyanezt, és akkor nem lesz semmi baj, de legalábbis senki nem tudja azt mondani, hogy nem tettem meg mindent. Tehát nyilván ezek a dolgok így szépen lassan, meg gyorsan is akkor éppen lereagálja az ember, és pontosan tudtam, hogy hány tempót teszek, hogy mikor kell levegőt venni, hogy milyen közel vagy milyen távol van a fal. Tehát az a rengeteg dolog, amit évek során begyakoroltunk, és a rengeteg kudarc élmény, meg a világversenyek kapcsán a kudarc élmény, amikor nem úgy sikerült az úszás, mint ahogy kellett volna, sikerül korrigálni, mint egy kosárlabda meccsen az első félidő, meg a második félidő között, mikor látjuk, hogy kijön újra a csapat, és egy teljesen más taktikával, és nem tudom, megújulva, és nyerésre állnak. Valahogy ezt éreztem én is. És valahogy úgy összeállt a kép, és éreztem, hogy jól fog menni, ott már tényleg csak az volt a kérdés, hogy a klasszikus. Van-e jobb nálam aznap, vagy nincs? Mert nekem mindent meg kell tennem. Mert nincs is más lehetőségem. Mert akkor, annó 13 évesen édesanyámmal ezért jöttem föl Szegedről. Ha most itt állok és nem teszek meg mindent ért, akkor nyugodtan vissza is fordulhattam volna. Tehát valahogy ez az egész benne volt, és nyilván ez egy nagy tétje van, de a téttel való együttélés, azt megtanulja az ember az élverseny kapcsán, illetve az még segíti is egy kicsit, és dopingolja. És nagyon pontosan jól kell tudni beállítani azt, hogy az ember mennyire izgul, mert meg kell tanulni azt is, hogy az izgalmi állapot az jó, csak nem szabad túl izgulni, mert akkor kevésbé fog sikerülni. És nyilván az ember mikor izgul kevésbé, ha tudatosan tudja, hogy az edzéseken is megtett mindent, és megszenvedte azt, amit meg kellett. Tehát elhiteti magával azt, hogy ő megérdemli, hogyha az a dolog megtörténik vele. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, így születik egy olimpiai bajnok. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, nagyon nagy megtiszteltetés volt. Rengeteg mindenről lehetne még beszélgetni, de hát a műsoridő az záros. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Attila. Önök pedig nézzék továbbra is a Sportlub Televízió műsorát, és jövünk majd legközelebb is a Dodge M52-vel. Viszontlátásra!